Szép estét kívánunk, ez itt a Színusz, és a mai vendégünk Ballajc Erika doktornő, aki belgyógyász és természetgyógyász egy személyben. És a témánk pedig az az epesavval történő problémák egyáltalán, hogy mi az, hogy epesav, és mi az, amit tudnunk érdemes, vagy tudni kell róla. Doktornő, mi a szerepe az epesavnak a szervezetünkbe? Vágjunk akkor bele a mai témába, így hirtelen. Én egy kicsit komplexebben közelíteném meg, az epének mi a szerepe, mert az epesav önmagában kevés, az epével együttműködik, de összességében az a feladata egyébként, hogy a zsíroknak a bontását segítse, mint egy mosogatószer, amikor rárakjuk az edényre, szétdispergálja, apró pici részecskékre osztja az olajokat, zsírokat, ugyanúgy az epesavak is, illetve az epe váladék elősegíti ezeknek a zsíroknak a bontását kicsi részekre, és a lipáz, azaz a zsírbontó enzimnek az aktiválásával elősegíti a zsíroknak, olajoknak a lebontását és a felszívódását. Akkor magyarul akkor lehet, hogy az emésztés segítenék ők elő? Tehát az a feladatuk, hogy az emésztésünket segítsék? Abban van szerepük a zsírbontásban tulajdonképpen? Igen, a legfontosabb szerepük az, hogy az étellel elfogyasztott zsíradékok, olajok lebontását és felszívódását segítsék, és ezen keresztül egyébként még nagyon sok más anyagcsere folyamatot támogassanak. És akkor az epének a része az epesav, és az epe pedig akkor az epehólyagban termelődik, vagy oda raktározódik? Igen, tehát az epehólyag az egy raktár. A termelődés az a májban történik. Uh-huh. A kis epekapillárisokon keresztül a májból, egy epevezetőn keresztül az epehólyagba vezetődik el az epe, folyamatosan ott raktározódik, egy kicsit koncentrálódik, és amikor valamit megeszünk, amiben különösen sok vagy több olaj és zsír van, akkor bizonyos hormonszerű anyagok és különböző reflexek már önmagában a rágás vagy az ételnek a szánkba kerülésekor megindítják a fokozottabb epekiválasztást, és az epehólyagot kontrakcióra, összehúzódásra ösztökélik, és elősegítik az epének a patkóbélbe való ürítését, hogy mire az étel a gyomorból, vagy a már gyomorba levő étel lejjebb a patkóbélbe kerül, addigra megfelelő mennyiségben legyen ott epe, és ez elő tudja segíteni a zsírok bontását, és teljes apró pici részecskékre való emésztését. Akkor tulajdonképpen ez már igaz akkor, amikor ez egy régi mondat, de akkor van valóság alapja, hogy nagyon fontos akkor a szájban történő rágás, tehát a fogakkal történő rágás, mert a rágással már elő tudjuk készíteni további a felszívódási folyamatokat. Alapvetően ott már akkor elindulnak ezek a dolgok. Igen, azt szoktam mondani a betegeimnek, hogy a jól megrágott étel az félig megemésztett étel, hiszen amit nem rágunk meg rendesen, annak csak a felületéhez tudnak hozzáférni az emésztő enzimek. A belseje az erjedésnek és rothadásnak indul, mert az enzimek nem tudnak egészen mélyen a falatba behatolni, és akkor emiatt akkor is, ha elegendő epe termelődik, vagy nehogy Isten, egyéb más enzimből is elegendő jelen van, mégiscsak felpuffadunk. Tehát a habzsoló, kapkodó étkezésnek és a kevésbé alapos rágásnak ez egy egyenes következménye, hogy nagyon felpuffadunk, és hasi fájdalmak alakulnak ki, majd egy idő után a sok puffadás, erjedés, rothadás során keletkező anyagcseretermékek a bélfalat elkezdik irritálni, a baktériumflórát károsítják, és akkor már beindul egy önmagát felerősítő és fenntartó kör, ahol teljesen össze tud omlani az emésztés. Egy ilyen elemi, apró, pici dolog miatt, hogy nem rágunk rendesen. Hát akkor fogainkra szükség van, és akkor rágjunk alaposan. Van ennek valami száma, mert mintha emlékeznénk rá, hogy bizonyos darabszámot kell rágni, hogy jó legyen, de ez, tehát kellő komossággal kell ezt vennünk, hogy mindenképpen az, hogy akkor pépesen nyeljük le az ételt, arra törekedjünk inkább. Azt szokták mondani, hogy 30-40-szer érdemes megrágni egy falatot. Ez persze attól is függ, hogy kinek mennyire aktív a nyál termelődése, hogyha kevésbé aktív, akkor inkább többször, hogyha elegendő nyál termelődik, mert elegendő mennyiségű folyadékot ittunk az étkezések közötti időszakban, akkor lehet, hogy kevesebb is elég, meg persze a fogazat állagától is függ, mert akinek rossz a foga, annak többször kell rágni. Tehát azt szoktam mondani, hogy nem feltétlen számolgatni kell, hanem arra kell törekedni, hogy egy ilyen híg, tejbedaraszerű pép legyen az, amit mikor a szánkból lekerül a nyelőcsőkbe, lenyelünk, igen. Értettem, mert ez egy nagyon fontos információ. És mi van akkor, hogyha mondjuk valami oknál fogva hiányzik az epe tartó, tehát az epe sav tartó burkónk? Előfordulhat ez? Tehát, hogyha az epehólyagot kiveszik, ez a raktár kiesik, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag folyamatosan csorog a májból, az epe kapillárisokon keresztül, az epe vezetékbe
és a patkóbélbe az epe, azaz amikor éppen nagyobb mennyiségű olajos vagy zsíros ételt fogyasztunk, akkor nem áll majd rendelkezésre annyi epe, mint ami az aktuálisan elfogyasztott étel zsíradék és olajtartalmához szükséges lenne, tehát veszítjük az epeit és az epesavakat, és ennek köszönhetően gyengülni fog ezeknek az emésztése, amikor éppen esszük őket, ez pedig mindig rothadási folyamatot szokott magával vonni, és ez megint csak puffaszt. Nagyon sokszor van az, hogy jön az epeköves beteg, mik a tünetei, hogy puffad, görcsöl a hasa, fáj a hasa, és esetleg nagyon nagy erős hátba kisugárzó fájdalmai vannak, akkor mi történik, ha ez többször megismétlődik, kiveszik az epehólyagot, átmenetileg megkönnyebbedik, és néhány hónap elteltével jön a beteg, hogy doktornő, mert megint ugyanaz a bajom, mint régen, lehet, hogy nem görcsölök, de állandóan puffad a hasam, bármit eszek, sőt, ha egy picit több zsíradék van valamiben, vagy akár a vasárnapi húsleves után, azonnal föl kell állnom, és futni kell a vécére, mert egy híg széklet ürül. Ez egy tipikus, úgynevezett, nagyon bonyolult lesz, posztkolecisztektómiás szindróma, tehát epehólyag eltávolítás utáni állapot, ami pont azért jön létre, mert a folyton csorgó epe miatt a zsír, ahogy lekerül, és nem tud rendesen megemésztődni, egy ilyen hirtelen székletürítési reflexet vált ki. Ez iszonyat kellemetlen lehet. Lehet-e valamit tennünk az ellen, hogy mondjuk epekő ne alakuljon ki? Az epekő képződésnek nagyon sokszor, nagyon sokféle oka van. Egyrészt ugye van egy genetikai hajlam, különösen nőknél nagyon gyakori, hogyha a nagymamának, az anyukának, akkor nagy eséllyel az utódok közül a kislányoknak is majd felnőtt korban, sokszor már fiatal felnőtt korban a terhesség alatt is akár epeköve alakulhat ki. A terhesség különösen is hajlamos itt epekő képződésre, mert a nagyobb mennyiségű hormon, ami olyankor termelődik, és az ellazult, kicsit renyhébbé, lustábbá vált izom tevékenység, perisztaltika, epepangás hajlamosít a kőképződésre. Tehát ha kialakul az epekő, akkor gyakorlatilag megint oda jutunk, hogy ha még nagyon pici, akkor egy darabig tűrjük, aztán utána operálni kell. De hogy mivel tudjuk ezt megelőzni, ez pont az, hogy lehetőség szerint hajtsuk az epét. Tehát elősegítjük azt, hogy minél hígabb legyen az epe, és minél könnyebben ürüljön. Ha sűrű az epe, azaz nincs elég stimulus. Tehát például a krónikus diétázók is nagyon hajlamosak epekő képződésre, mert megszorítják a zsírbevitelt, vagy olajos anyagoknak a bevitelét, és ez ugye a stimuláló hatóanyaga, vagy tehát a stimuláló szere. Tehát tulajdonképpen az epe kiáramlás, hogy kap egy ilyen instrukciót a szervezet, hogy neki most szüksége van. Pontosan, akkor ott bent pang az epe az epehólyagban, és hogyha nincs semmi baj, akkor is azzal, hogy ott bent pang, az epe folyadékból kis pici epe sav kristályok, vagy epe só kristályok csapódnak ki. Ezek kis polipoid képletszerűen felrakodnak az epehólyag falára. Nagyon sokszor le is utánozzák az epehólyag falán gyakran kialakuló polipokat, és aztán egyre több réteg rakódik rájuk, és kialakul az epekő. Hogyha bizonyos időszakonként, főleg reggel, mondjuk például vajaspiritost lágy tojással eszünk, akkor ez egy elég intenzív inger arra, hogy nagyobb mennyiségben kiürüljön az epe, és akkor ez a pangó epe, ahogy kiürül, kimosódik. Kimosodnak ezek a kis kezdődő epekő képződményecskék is, és úgy hívják, hogy sludge, vagy ilyen sűrű epehólyag bennék kiürül, és akkor ezzel kvázi segíthetek abban, hogy ne alakuljon ki epekő akkor is, hogyha családilag egyébként akkor hajlamos lennék epekő, rá. Tehát epekő megelőzési módszer, vagy pedig egy epe karbantartás tulajdonképpen, akkor ne hagyjuk elrenyhülni az epe hólyagunkat, és akkor legyen egy folyamatos munkabírása. Más módszer még erre, hogy szedünk olyan gyógynövénykészítményeket, amelyek elősegítik az epe termelődését, higítását és ürítését. Vannak ilyen epesav és gyógynövény tartalmú kombinált készítmények,
Ezek többnyire keserőanyagokat tartalmaznak. A keserőanyagokról annyit érdemes tudni, hogy ugyan nem nagyon szeretjük őket, viszont ezek rendkívül hasznosak az emésztőrendszernek, mert stimulálják nem csak az epe termelődését a májban, hanem a hasnyálmirigyben az enzimek termelődését is, és a bélfalban levő enzim aktiválódást is, vagy enzim termelődést is. Tehát amikor valaki egy kicsit nehezebb, tartalmasabb ételt eszik, akkor célszerű keserű teákat inni, vagy olyan készítményeket bevenni, amikben keserű hatóanyagok vannak. Egyébként az unikumnak, meg a többi ilyen, ilyen digesztívumnak is, tehát ilyen emésztés segítő aperitívnek, vagy utólag elfogyasztott anyagnak is hasonló a hatás. Tulajdonképpen erre is hozták létre az unikumot, hogy elősegítse az emésztő nedveknek a kiválasztását, és ha aperitívként fogyasztjuk, akkor már felkészíti az emésztőszerveket arra, hogy mire lekerül az étel, legyen elegendő enzim. Ha meg utólag fogyasztjuk, akkor arra, hogy hát sok volt, és akkor termelődjön még, hogy könnyebb legyen és őket megemészteni. Az emésztésben, a bontásban. Igen. És a harmadik még, amit szoktam mondani, sok lehetőség van még, de mondjuk amit még szoktam javasolni, a stressz az egy nagyon fontos tényező az epeürülés rontásában vagy romlásában, mert összehúzza azt a... Nem segít, tehát mondjuk, hogy epeömlést kapok valamitől vagy valakitől, az nem egy, az nem segíti a stressz, vagy ez a fajta mondjuk ideges összehúzódás, akkor ez nem létező fogalom, ez egy téves fogalom. Hát van olyan, amikor valaki borzasztóan stresszelt, és tényleg van egy ilyen epegörcs, és így bemegy nagyobb mennyiségű epe a patkóbélbe, de azért alapvetően inkább epepangást csinál a stressz, főleg a krónikus, tartós, elhúzódó munkahelyi, vagy családi, vagy egyéb konfliktusokból adódó stressz, mert hogy azt a szájadékot, amin keresztül az epe és a hasnyálmirigy enzimek a patkóbélbe beürülnek, azt a szájadékot összehúzza, ezt a váterpapillát görcsbe rántja, és annak az átjárhatóságát rontja. És akkor emiatt nem tud elfolyni se a hasnyálmirigy enzim, se az epe, és visszafelé bent pangnak, és akkor megint elindul ugye a kőképződés, illetve kevesen tudják, akár még a belgyógyász kollégák közül is, hogy a pangó epe és a pangó hasnyálmirigy enzimek például a hasnyálmirigyben tartósan a hasnyálmirigy állományának a romlását vagy gyulladását is provokálhatják, és ezért aztán a cukorbetegség kialakulásának a gyorsításában is részt vesznek, illetve a hasnyálmirigy enzimek termelődésének a lassulásában, romlásában is. És hogyha van akkor egy ilyen epekövünk, akkor azt az eltávolítani csak úgy lehet, hogyha az egész epehólyagot eltávolítják, vagy pedig akkor mint egy akár lézerrel, vagy bármi más megoldással, mint hogy a vesekőnél, tehát más megoldás is létezik az eltávolításokra az epekőnek, vagy pedig akkor csak az epehólyaggal együtt való eltávolítással működik. A mérettől függ. Vannak olyan pici kövek, amik főleg ilyen 1 centi alatti 6-8 milliméteres kövek, amiket akár ki is lehet hajtani, tehát ilyen keserű, gyógynövényes készítményekkel, vagy igen, illóolajas... epeömlést előidézve? Igen, vagy illóolajas készítményekkel. És honnan lehet tudni, hogy azonnal kiürült? Hát ultrahanggal lehet detektálni. Tehát lehet keserőanyagokat, lehet epesak plusz keserőanyag tartalmú kapszulákat szedni. Én a magnéziumot nagyon szeretem, a stressz kiváltotta. Az nem hízlal, doktornő, van egy ilyen tip, hogy a magnézium hízlal. A magnézium nem hízlal. Nem. A magnézium nagyon fontos, mert az ellazítja a sima izmokat, és pont ezt a görcsöt, ezt a szfinkter görcsöt a fáter papillánál oldja, és így elősegíti azt, hogy a hasnyálmirigy enzimek és az epe könnyebben ürüljön a patkóbélbe. Így aztán tágítja az epeutakat a kis, esetleg kezdődő kisebb köveknek a kiürüléséhez is. Aztán van a népgyógyászatból ismert a fekete retek lékúra, ami szintén érdekes lehet, kisebb köveknek a felpuhításában, oldásában és könnyebb elfolyását is segítheti, tehát még így is hozzájárulhat az epekő kialakulásának a kivédésében. És amikor már picikét nagyobbak a kövek, akkor van még epekő zúzás, meg vannak olyan készítmények, amikkel mint az urzofag, tehát az urzo dezoxikolsav, amivel szintén elő lehet segíteni az epe higulását és ürülését, és akkor ilyenkor hosszabb ideig kell urzofalkot szedni, vagy egyéb másén epe higítót, és ultrahanggal szétzúzzák a kicsit nagyobb köveket, és elősegítik, hogy az könnyebben ki tudjon ürülni az epe vezetőn keresztül. Ha már nagyobb a kő, akkor
műtétileg két megoldás van. A legkevésbé problémás az, amikor szondán keresztül bement, tehát mint egy gyomortükrözésnél, egy szondán keresztül lejutnak a patkóbélbe, és egy úgynevezett dormia kosárral, ami be van csukva, és akkor ilyen kis keskeny, felmennek a páter papilláig, azon keresztül is egy kicsit följebb, kinyitják a kosarat, valahogy ügyesen bele ingázzák a követ, és lehúzzák gyakorlatilag, és így veszik ki. Ez is nem túl nagy méretű köveknél lehetséges csak, és főleg azoknál, amik már az EPE vezető felé közel vannak, vagy abba beékelődésre gyanúsak. És hogyha ennél nagyobbak, akkor van a laparoszkópos EPE-hólyag eltávolítás, és amikor ez se lehetséges, akkor a műtéti feltárás és hason keresztül történő EPE-hólyag kivétel. De ugye EPE-sav nélkül még sincsen normál minőségű, életminőségű élet tulajdonképpen, hogy akkor a EPE-savunk az ugyanúgy termelődik tovább, hiszen akkor az a májban létrejön, csak nem tud összegyűlni, és nem tudja bevégezni a saját feladatát. Ilyenkor lehet aztán mindenféle más, akár természetes, akár más egyéb gyógyszerekkel megsegíteni a szervezetünket, de hogy mindez ne alakuljon ki. Az ellen mit tehetünk? Tehát, hogy ne jöjjön létre az epekő, és ne kelljen eltávolítanunk az epe hólyagunkat. Tehát meg lehet előzni ezeket a problémákat? Van erre valamiféle prevenciós megoldás? A keserű italoknak a fogyasztásával? Tehát honnan tudom én azt, hogy akkor nekem egy ilyen problémám fönnel, hogyan tudom megakadályozni azt, hogy eljussak az epe hólyag eltávolításig? Tehát az epekő kialakulásának, illetve enyhe epe problémák kezelésének is többféle módja van. Az előbb említett keserű anyagok, epesavak fogyasztása, magnézium rendszeres fogyasztása. Vannak nagyon jó gyógyvizeink itthon, amelyek magnézium szulfátosak, például a Ferenc József és a Miravíz. Ez mindegyik erős epehajtó egyébként. És hígítják az epét, tehát kis hasmenést is ugyan előidéznek, viszont nagyon jó epeürítők. Aztán érdemes lehet egyébként egy kicsit segíteni, akár reflexterápiákkal. Ha valaki puffadásra hajlamos és görcskészsége is van, akkor az akupresszúrát, akupunktúrát is igénybe veheti. Ahogy említettem, a keserű gyógynövények, én nagyon szeretem az articsókát és az avokádót javasolni, ezek is hajtják az epét, és ez a tipikus vajaspirítós lágytojással, de nem keménnyel, mert ez már egy epe problémásnak nehezen emészthető, és akkor ilyen kőként ott ül akár egy fél napig is a reggeli a gyomorban, tehát tényleg hígan hagyott, vagy hígra hagyott tojás, főtt tojás, vagy akár tükörtojás formájában lehet csak ilyenkor reggelire tojást fogyasztani. Ez is nagyon jót szokott tenni, és tulajdonképpen ezzel azt hiszem, hogy kiismerítettük a lehetséges tárházat. De ha mondtad azt, hogy akkor a diétát, aki nagyon erősen diétázik, tehát kevés zsírodékot, olajat, vízbe a szervezetében, annak előfordulhat ez a fajta epepangás, vagy az epeköképződés. A krónikus fogyókúrázók és diétázók mindig kapnak epehajtókat nálam, mert különben elősegítjük az epeköképződést. Tehát aki rendszeresen fogyókúrázik, vagy zsírszegény diétát tart, akár például amiatt is, mert magasak a koleszterin értékei, tehát a vérzsír értékei, azoknak feltétlen fontos, hogy keserű anyagokat, illetve epesav tartalmú készítményeket szedjenek. De viszont muszáj diétáznunk is akkor, hogyha mondjuk nincs már meg az epehólyagunk. Tehát ez egyfajta nem ellentmondás, nem akkor okokozati összefüggés, hogyha jól értem. Hát, hogyha előtte diétázunk, akkor ugye elveszíthetjük az epehólyagunkat, utána meg már akkor muszáj lesz diétáznunk azért, hogy jó életminőségben tartsuk magunkat. Igen, sajnos az epehólyag műtét utáni állapotban is zsírszegény diétát kell tartani, de ahogy mondtam, két okból is érdemes ilyenkor szedni epesavtartalmú készítményeket. Egyrészt azért, mert amikor eszünk, akkor nincs elég, mert nincs az epehólyagban a raktárból mihez nyúlni. Másrészt azért, mert ha nincs elegendő jelen, akkor nincs, ami stimulálja a lipázenzim aktivitását, és a többi enzimnek az aktiválódását, és így meghajt benne. Tehát nem működik a felszívódás. Alapvetően, hogyha mindez rendben van, tehát hogy
ön szerint mi az a megoldás, mi az a lehetőség, amivel föl tudjuk tartani az egészségünket? Tehát, hogy akkor sem túl zsírosat, se a diéta felé ne menjünk. Tehát mi az az arany középút, amit érdemes elkövetnünk? Illetve, hogyha már epesavra van szükségünk, akkor az epesav azt honnan? Tehát hogyan? Növényi, vagy milyen? Tehát hogyan kell elképzelni? Hogyan hozzák létre azt a az egy mesterséges epesav, amit veszünk a szervezetünkben tulajdonképpen? Nem, ez marha epéből készült kivonat. És mit tudnak ez a marhát? Nem gyártom a készítményt, gondolom, mikor kiszedik belőlük, akkor már nem élnek. Tehát valószínű, hogy valahol Vágóhídon történik az epesavnak ilyenkor az epének a nyerése, és akkor ezt még különböző sterilizáló folyamatokon letisztítják, és különböző gyógynövényekkel és egyéb hatonyok, enzimekkel és egyéb hatóanyagokkal kombináltan kapszulázzák. Az epesavaknak nem csak az emésztésben van feladatuk, hanem az epesavak az immunrendszer számára is fontosak, direktben is és indirekt módon is. Egyrészt azért, mert ugye minden zsír vagy zsíradék tartalmú dolgot bontanak, és így például a baktériumok és vírusok lipopoliszaharid rétegeit is, ezek sejtmembránok, vagy pedig ilyen különböző burkok, amik a vírusokat is borítják, illetve a bélben keletkező, az étellel bejutó, vagy a kórokozók által termelt endotoxinok is lipopoliszaharid természetűek sokszor, és az ebben levő lipid, az a zsírkomponást, a poliszaharid az a zsír szénhidrát egyébként azt jelenti, meg a lipoprotein az a zsírfehérje komponensekből a zsír részt mindig bontják, és így fertőtlenítő szerepük is van. Tehát, hogyha ugye az étellel rengeteg mikroorganizmus bejut a szervezetbe, hogyha nem akarjuk, hogy a bélen keresztül ezek nagyobb tömegbe felszívódjanak és bejussanak a vérbe, akkor az epesavakra feltétlen szükség van, mert azok kvázi fertőtlenítik egy kicsit az elfogyasztott ételt, és így védik a szervezetünket kórokozóktól, nagyobb mennyiségben bejutó fertőző kórokozóktól is. Ezen kívül segítik a salaktalanítást, tehát az endotoxinoknak, a toxin az ugye méreg, a bélben keletkező endotoxinoknak a lebontását is, és egyúttal ezzel védik a májat, mert minden, ami a bélből felszívódik, és toxinokat tartalmaz, az első menetben a májhoz kerül, a máj az, ami kiszűr egy csomó mindent, és hogyha túl sok endotoxin, vagy túl sok salakanyag jut be a vérbe a májhoz, akkor az leterheli a májat. És ezért tulajdonképpen a máj így is védi önmagát, hogy az epén keresztül beküld a bélrendszerbe olyan anyagokat, amik a kórokozók és az endotoxinok vagy egyéb anyagoknak a lebontását is elősegítik, és ezáltal őt tehermentesítik. Tehát jól lesz van rakva mi szervezetünk alapvetően, tehát védekezünk, és megvannak a kellő megoldások. És mit kell tudni mikroflóra? Igen. Mikroflórákról. A mikroflóra az a velünk élő baktériumok, vírusok és gombák együttesét jelenti. Tulajdonképpen a szervezetünk, vagy a testünk tömegének 10%-át ezek a kicsi, apró, szemmel nem látható mikroorganizmusok teszik ki. Tehát ha valaki mondjuk 70 kiló, akkor azt kell mondjam, hogy meg fog lepődni, de 7 kiló ebből nem az ő testi sejtjeiből tevődik össze, hanem ezekből a mikroorganizmusokból. És ezekre nekünk szükségünk van ekkora számban, doktornő? Igen, mert ezek védenek bennünket, ezek úgy is szoktuk mondani, hogy szimbionták, tehát velünk hasznos szimbiózisban, hasznos együttélésben, mindkettőnk számára hasznot hozó együttélésben vagyunk. Ők védenek bennünk egy csomó kórokozó megtelepedésétől, elszaporodásától, vitaminokat termelnek, például B és K vitaminokat, folyamatosan ébren tartják, edzik az immunrendszer, tehát azt szoktam mondani, hogy az immunrendszernek az egyik legfontosabb alappillére a bélben van, nem csak azért, mert ott nagyon sok nyirokcsomó, meg nyirokér van, és a szűri az étellel bejutó kórokozóktól a táplálékot és a vért, hanem azért is, mert ezek a mikroorganizmusok, amik a bélben, főleg a vékony bélben találhatók, ezek megállás nélkül trenírozzák az immunrendszert. És egyébként nagyon érdekes még, hogy a különböző nyálkahártyákon, illetve bőrön található mikroorganizmusok egymással állandóan kommunikálnak, úgyhogy mi arról nem tudunk. Tehát, hogyha az egyik helyen felborul
az ökoszisztéma, tehát a mikroorganizmusok egyensúlya, mondjuk valamilyen típusú baktériumból sok lesz. Valamilyen sérülés, vagy valamiféle egyenesedés alakul. Igen, azt végigvehetjük majd, hogy miktől. Akkor az a másik területen is labilissá teszi a védőflórát, és így például egy hasmenés után könnyebben alakulnak ki bőrkiütések, vagy bőrgyulladások, mert a bőrön található védőflóra is sérül. Vagy nagyon tipikus például, hogy a krónikus melléküreg gyulladásban szenvedőknek székrekedésük szokott lenni. Hol van a krónikus melléküregünk? A melléküreg az, ugye, az arc homloküreg, de egyébként az agyalapon is vannak ilyen iköböl és egyebek, amiknek krónikus gyulladása mögött szinte mindig van emésztőrendszeri funkciós zavar, és a legnagyobb baj az, hogy ugye ezekre mindig adunk antibiotikumot, amivel a vastagbélben, vagy a bélben, vékony bélben található mikroflóra sajnos mellékhatásként mindig sérül. Igen, és akkor ha nem erősítjük fel az immunrendszert, illetve a mikroflórát nem hozzuk rendbe, akkor újra vissza fog térni emiatt a melléküreggyulladást. Tehát például egy melléküreggyulladásnál mindig a bélrendszert is kezelni kell. De egy bőr problémánál is. Tehát a bőrbetegségek nagyon sokszor nem a bőr problémáit tükrözik, hanem az emésztőrendszerrel vannak összefüggésben, és amíg az emésztőrendszer nem jön rendbe, addig a bőrtünet sem fog eltűnni. Sem lehet akkor gyógyítani. Az a problémánk, hogy lejárt a mai műsoridőnk, doktornő, és most kezdtünk el érdekes dolgokról beszélgetni, vagy legalábbis a többséget érdeklő témáról. Talán majd akkor folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen a mai beszélgetést, és akkor innen folytatjuk. Köszönöm szépen. Műsorunkat támogatta az Életmódi magazin.